Köszöntöm nézőinket! Bajai Kultúra című magazinunk mai adásában a közelgő Folkfestről tudhatnak meg részleteket, valamint beszámolunk önöknek a Grecsó-Hrutka tandemestről is. Tartsanak velünk! Augusztus utolsó hétvégén ismét a népzenéi lesz a főszerep. A Folkfest Bajai Népzenei Fesztivál és Kézműves Vásár második alkalommal várja majd az érdeklődőket. Itt van velem a stúdióban Hodovány Anett és Ölvecki Tamás. Köszöntelek benneteket, köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Köszönjük. Ahogyan említettem, második alkalommal szervezitek meg a rendezvényt. Milyen tapasztalatokkal zártátok a tavalyi évet? Hát igen, ez már a második alkalom, tele vagyunk tapasztalatokkal, tele vagyunk élményekkel az első évről, és azt beszéltük Anettel és Istvánnal, akikkel együtt dolgozunk azon, hogy mindenki jól érezze magát, hogy legalább ugyanolyan jó hangulatú rendezvényt kell varázsoljunk. Ennek érdekében mindent megtettünk. Tavaly több ezren jöttek el már a megnyitónapra is, és végig a koncerteken, végig a flashmobokon, végig az utcazenélésen, vagy a gyerek udvarba és a kézműves udvarba is nagyon sokan voltak. Nem sok mindent változtattunk, a fellépők névsora változott, és talán annyi tapasztalattal gazdagodtunk, hogy igenis nyitottak a bajaiak, akár a magyar, akár a délszláv, akár a velünk élő más nemzetiségek kultúrájára. Biztosak vagyunk benne, hogy van létjogosultsága a Folkfestnek, és próbálunk autentikus előadókat, és egy kicsit könnyebb, autentikus zenéből, néptáncból táplálkozó produkciókat, amik egy picit modernebbek, vegyíteni a színpadon és a városban. Lesznek majd meglepetés programok, lesznek olyan programok, amik a Petőfi 200 emlékévhez tartoznak, és lesznek olyan gyerekprogramok, amik nem csak kifejezetten a gyerekeknek szólnak. Azt gondolom, hogy ebben az évben is lesz sok olyan feladatunk, amit meg kell oldjunk, és biztos vagyok benne, hogy a tavalyi tapasztalatok alapján jobb fesztivált fogunk csinálni, és reméljük, hogy látogatottabb fesztivált fogunk tudni csinálni, mint tavaly. Hogyan jött a fesztivál ötlete? Jó pár évvel ezelőtt erős gondolkodóban voltunk itt a Birbekjő és a Vinária fesztiválok után, hogy sok nemzetiségű városként és térségként fel kellene karolni egy picit a nemzetiségeket és a népművészetet, a népi hagyományok ápolását. Ezt kezdtük el gyúrni, volt egy első körös ötletünk, amin egy picit kellett változtatnunk, és amikor keletkezett jött az a lehetőség, hogy forrást is találtunk rá, és így a Bács-Kiskun vármegyei önkormányzata felkarolta ezt a kezdeményezést, így a Tamást megtalálva elkezdtük egy picit átformálni, és egy picit a saját ízünkre formálni gyakorlatilag az egész kis fesztiválunkat. Mekkora volt az érdeklődés a tavalyi fesztiválra? Hát az előbb említettem, hogy több ezren voltak. Nem hivatalos becslések szerint körülbelül egy 6000 ember jelent meg a 2,5 napon. Mondhatom azt, hogy a 3 napon, ugye péntek, szombat, vasárnap, idén is így esik a fesztivál. Ez fölülmúlt a tavaly minden várakozásunkat, és azok a visszajelzések az emberek részéről, hogy szeretnének csatlakozni sokan mind a fellépőkhöz, mind a közönség soraiba, szeretnének sokan a kézműves vásárba részt venni, szeretnék bemutatni a portékát, szeretnének aktívan is részt venni, és hát, mint mondtam, a közönséget is várjuk nagyon nagy szeretettel. Én remélem, hogy itt a határa csillagos ég az érdeklődés tekintetében. Nyilván óriási a felelősségünk és óriási a feladatunk, hogy olyan programokat szervezzünk, ami széles spektrumon szólítja meg az embereket. Tehát gondolok itt arra, hogy az életkori sajátosságokat figyelembe véve kellenek gyerekprogramok, felnőtt programok, valami olyan muzsika, valami olyan zene, valami olyan tánc, olyan előadások, amik az idősebb korosztálynak is megfelelő. És gondolok itt arra, hogy a színvonalnak is olyannak kell lennie, valamint a széles spektrumának kell lennie a különböző műfajoknak is a folklóron belül. Mert nagyon kevesen tudják azt, hogy az autentikus folklór az a laikus néző számára szinte fogyaszthatatlan, hogyha nincs hozzászokva. Természetesen ez nem minden esetben igaz. Tehát, hogy nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy mindenféle koncerteket, mindenféle programokat jó helyszínen, jó időbe, jól eltalált méretbe prezentáljunk itt a fesztiválon, és hát ez valójában a mi munkánk. Milyen programokkal készültök? Ahogy említettem,
különböző helyszíneken párhuzamosan, és egymáshoz kapcsolódva is futnak majd az események. Lesznek állandó helyszínek, mint például a kézműves és gyermekudvar. Ez a Ciszterci háznak a belső udvarán egy nagyon szép helyen kerül kialakításra. És hát azt is úgy próbáljuk megtölteni tartalommal, hogy a Duna Népművészeti Alapítvány és a Duna Népzene Néptánc Tanoda tanárai, oktatói, kézműves szakmai partnerei, akkor a Bács-Kiskun vármegyei önkormányzat segítségével különböző gyermekprogramok, kísérőprogramok más helyszíneken is folyamatosan rendelkezésre állnak. Tehát nyilván a kisgyerekes családok, meg a nagygyermekes családok, azok végig a fesztivál ideje alatt úgymond foglalkoztatva lesznek, és tényleg reméljük, hogy egyre nagyobb érdeklődésre tartanak majd számot a gyerekprogramok. És alkalmazkodva az augusztus végi időjáráshoz, meg a bajai kissé mediterrán szokásokhoz, kora délutánra nem nagyon tervezünk programokat. Lesznek majd flashmob-szerű zenélések, táncolások, kisebb mini koncertek, utcazenélések, és különböző meglepetés programok a belvárosban, és hát mi a dolognak a csúcspontja, az a nagy színpadnak, a színpadnak a műsora, ami a Tóth Kálmán téren változatlan helyen lesz majd elérhető, látható és hallható, mint a tavalyi évben. Én nem részletezném annyira a programokat, mert azt szeretném, hogyha mindenkiben lenne, maradna annyi érdeklődés, hogy eljön, meglátogat minket, és akkor majd ott szemezgethet a programok közül. Kettő programot kiemelnék azért, ez a kettő, ez pedig az egyik a mesebusz, ami az élménybusz, ami érkezik pénteken, ez csak pénteken lesz elérhető. Itt a gyerekprogramok már olvashatóak nálunk és elérhetőek, úgyhogy a mesebusz és a mesebuszon felül pedig a tavalyi évben is volt egy LEGO élményépítés, ez szombaton ugyanúgy, az idei évben is a szökőkút előtti területre várjuk a kicsiket és a nagyobbakat is, aki szeret legózni, úgyhogy egy ugyanolyan óriási méretű petőfis LEGO fog felépülni, úgyhogy, és akkor ez vasárnapig megtekinthető a helyszínen. És nekem is eszembe jutott még egy nagyon fontos program, ami tavaly nem volt. Lesz egy színpadi néptáncgála, ahol a Kárpát-medence különböző pontjairól meghívott néptáncegyüttesek, és főleg kamara néptáncegyüttesek fognak majd fellépni, és természetesen a szakmai program összeállításáért felelős Duna Népzen Néptánc Tanoda csoportjai, szólistái is ott lesznek majd ezen a gálán. Úgyhogy megjelennek egy kicsit nagyobb mértékben, sőt, sokkal nagyobb mértékben idén a népviseletek, az autentikus magyar és a velünk élő nemzetiségeknek a népviseletei, és azt hiszem, hogy svábok, németek lesznek az idei díszvendégek, akár egy fúvós zenekar, akár pedig két néptánc csoport személyében. Tehát, hogy valójában próbáljuk ezeket a programokat egy kicsit specializálni is, és próbáljuk ezeket a programoknak a spektrumát kiszélesíteni is. Tehát megjelennek a népviseletek, megjelenik a színpadi néptánc, néptánc koreográfiák. Hát és én azt gondolom, hogy a néptáncosokkal együtt a hangulat is. Én azt gondolom, ha néptáncosok a néptáncgála után ott maradnak a táncházba, akkor még utána is nagyon érdekes dolgokat lehet tőlük látni, és együtt lehet velük bulizni, mert az sem titkolt szándékunk, hogy a fiataloknak is kedvezzünk az esti koncertek alkalmával, amikor egy kicsit populárisabb formában prezentáljuk a népzenét, és a táncházakban is, akár délszláv, akár magyar táncházban is szeretnénk, hogyha együtt mulatnának a nemzetiségek. Hogyan kerülhetnek közelebb egyébként a résztvevők az egyes kultúrákhoz így a mindennapokban? Azt gondolom, hogy ez egy olyan átfogó kérdés, amire teljes körűen, széles körűen sem tudok most válaszolni, mert az több külön műsor is lehetne. De azt gondolom, hogy amiket említettem, hogy minden korosztályt megszólítunk, és hogy nagyon odafigyelünk a hitelességre. Hiszen a népzene, ha már folkfestről beszélünk, a néptánc, a népi kultúra, a népi viseletek, minden hagyományos dolog, akár a paraszti, akár a polgári kultúrában kristályosodott ki, több száz év alatt olyan értékeket hordoz, hogy valójában csak az utat kell megnyitni a 21. század emberéhez is. Én azt gondolom, hogy a nagyszülőkben, az idősebb generációban, de lehet, hogy még az én generációmban is nyomokban még népzenét tartalmazunk, nyomokban még néptáncot tartalmazunk, nyomokban még tartalmazzuk azokat a hagyományos értékeket, legalábbis én szeretném ezt remélni. És azt gondolom, hogy a mi feladatunk átadni a fiataloknak. Tehát példát kell mutassunk egy ilyen fesztivál alkalmával,
pont ezért van gyerekudvar, pont ezért van kézműveskedés. Próbáljuk azokat a görcsöket, azokat a ettől való hagyományos kultúrától való idegenkedést oldani. Közös programokkal, interaktív játszóházakkal, interaktív kézműves foglalkozással, interaktív koncerttel, interaktív táncházzal. Tehát hívjuk professzionális néptáncosok, professzionális pedagógusok, gyermekekhez értő szakemberek, olyanok, megjegyzem, akik nem csak képen láttak gyereket, hanem valójában tudnak a gyerekek nyelvén beszélni, és tudnak a gyerekekkel bánni. Ilyen embereket hívtunk. Olyan emberekkel biztosítjuk a minőséget, akik értenek ahhoz, amivel foglalkoznak. Olyan zenekarokat hívtunk, akik tudnak improvizálni, akiknek nem esik le az aranygyűrű az ujjáról, hogyha a fagyizó előtt is el kell játszani abból a koncertanyagból valamit. Ha egy gyermek oda megy a hangszerhez, akkor megpiszkálhatja, megpengetheti a húrját. Szeretnénk egy ilyen nagyon közvetlen hangulattal közelebb vinni a kultúrát az emberekhez és a gyerekekhez. És én azt gondolom, hogy ha a gyerekekhez közel visszük a kultúrát, akkor a felnőttek is, akiktől esetleg távol áll, ők is hamarabb közel fogják engedni magukhoz. Említettétek, hogy több helyszínen fog futni a fesztivál. Idén hol vannak ezek a helyszínek? Úgy, mint ahogy a tavalyi évben is, a Tóth Kálmán tér ugye az a centrumunk, a Tóth Kálmán tér mellett pedig ugye a Ciszterci Rendház udvarán ugye a gyermekprogramok, ez fontos volt nekünk már tavaly is, hogy legyen egy védett kis saját kis öböl a gyerekeknek, egy saját kis világgal, ahol ők jól érezhetik magukat, és akkor ezen felül pedig ugye különböző, ahogy már a Tamás említette, különböző megmozdulások lesznek a városban, ez a késő délutántól már hívják és csalogatják a zenészek és a táncosok majd a látogatókat a területre. Hol lehet tájékozódni egyébként a fesztivál részleteiről? Hát a legnagyobb közösségi média felületen. Az elmúlt napokban egyébként felkerült már a gyermekprogramoknak a listája. A színpadi programok is, ha jól emlékszem, akkor a tegnapi nap folyamán, úgyhogy itt már elérhetőek az elsőkörös információk, és akkor szépen folyamatosan csepegtetjük a következő másfél hétben. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és köszönöm, hogy eljöttetek. Nagyon szépen köszönjük mi is. Mi is köszönjük a lehetőséget. Ne feledjék, augusztus 25-től 27-ig tehát Folkfest Baján a Tóth Kálmán téren, immár második alkalommal. Sokak számára ismerős családtörténetek elevenedtek meg az Éber Emlékházban. Augusztusban ismét városunkba látogatott a József Attila díjas költő Grecsó Krisztián és a népszerű zeneszerző Hrutka Róbert, akik ezúttal zenekari formációval érkeztek Bajára. Az alkotók dalok és megzenésített versek keretében idézték fel gyermekkoruk és elődjeik történeteit. Szelíd vidék aknák, lénye föld, magas homlok, zöld szem, sötét zöld a saruki. Még elmegyek szívem, nekem már ebből nem kell semmi sem. A saruki, még elmegyek szívem, nekem már ebből nem kell semmi sem. Ismét megtelt élettel az Éber Emlékház. Korábban a múzeumok éjszakája alkalmával szerveztek szabadtéri programokat a kiállító tér udvarán, ezúttal pedig egy irodalmi esnek adott otthont a hangulatos kerthelyiség. Grecsó Krisztián és Hrutka Róbert neve valamennyi műkedvelőnek ismerősen cseng. Azt azonban talán kevesebben tudják, hogy a József Attila díjas költő és a népszerű zeneszerző nem csak duó formájában adják elő a tőlük megszokott dalokat és megzenésített verseket. A Libikóka névre keresztelt zenés pódiumest néhány évvel ezelőtt zenekari formációvá nőtte ki magát. A produkciók basszusgitárral, ütőhangszerrel és hegedűvel egészültek ki. Fehérvári Attila, Nádor Dávid és Szabó Árpád jó voltából. Komplexebb előadásmódot kölcsönözve ezzel a műsornak. A filmzenéiről is híres Hrutka Róbert szerint az est sikerének titka abban rejlik, hogy őszintén megnyílnak a közönség előtt. Azt a filozófiát követjük, hogy a színpadon csak is önmagunk lehetünk. Azt gondolom, hogy nem akarunk másnak látszani, mint akik vagyunk, sőt, ebben a műsorban nagyon kiadjuk magunkat, a legmélyebb dolgainkat. Egy a Krisztián is pont ilyen író, majdnem terápiás célzattal.
ugye megírja a dolgait és próbálja magából kérni azokat, amit lehet. A zene pont ilyen, azt gondolom, lesznek nekem is egy-két saját szövegem, és a zenekar is nagyon intimen fog együtt muzsikálni a színpadon, és ettől valahogy, hogy nem, nincsenek megírva dolgok, nincsenek előre eltervezve dolgok, hanem spontán alakulnak az átvezető részek, az, hogy hova kanyarodunk, az közben derül ki. A lényeg, hogy őszinte maradjon. Mennyire nehéz valóban így kitárulkozni a közönség előtt? Azt gondolom, hogy pont annyit adsz magadból, amennyit lehet, tehát őszintén, hogyha felvállalod. Erre nagyon jó példa nekem. Voltak olyan zenészbarátságaim, akikkel például Tolcsa Lacival, fiatal 21 éves koromban összekeveredtem is turnéba, és azt mondta, figyelj ide, semmi másról nem szól az egész, játsz olyan zenét és írj olyan szövegeket, amit életed végéig felvállalhatsz. Nagy bajod nem lesz. De ez pont ilyen. Ezt az utat járjuk, úgy érzem. Ahogy az apám, úgy mond én is, vetítek majd, amíg lehet. Sértettség szívemben a fét is, építek rá játszóteret. Kitakarítottam a szívem. De legalább ez egybe tart, a megbántott jobb ilyen szilaj. A szivacsos 30 erre tart, csúktassam sokas, hogy fiaj! Kitakarítottam a szívem. Nem szokvány egy koncerten, egy ilyen zenés színházi esten prózát olvasni, vagy úgy verset, hogy alatta zene megy. Kísérettel kázi, mint a filmzene lenne. Hát ezeket próbáltuk ötvözni, tehát nem csak a zenés éneket, versek, hanem valahogy az egész így egybefort. A Krisztiánnal nagyon sokat dolgoztunk együtt, ugye írtunk színházi darabokat, írtam vele utoljára oratóriumot, úgyhogy azt gondoljuk, ez egy misszió. És ha eljut az emberekhez, és hogy ezért jobban érdeknek az irodalom iránt, akkor minden perce megéri. Sok éves tapasztalat és közös munka áll az előadók mögött, ez a zenészek játékán is megmutatkozik. Amikor együtt dolgozunk, akkor azért átbeszéljük a dolgokat, hogy mi az irány, egy zeneileg, más pedig a szövegileg, hogy mondani valóban mit szeretnénk, és azt gondolom, hogy eléggé könnyen tudunk egy hullámhosszal járni, mert az elmúlt nem tudom hány évben annyit ülünk egymás mellett, ugye, vagy zenekari busz, vagy autóba, vagy ha vissza a sofőr minket játszani, hogy valahogy már nem kell magyarázkodnunk. A zenésztársaink pedig pont ilyenek, van akivel én is már 10x éve zenélek együtt. Már nem kell nagyon beszélgetnünk a zenéről, egyszerűen csak le kell ülni és élvezni akarjuk azt, ami lesz este. Mik azok az érzelmek vagy gondolatok, amik megfogalmazódnak bennetek alkotáskor, amikből utána valóban megmutathatjátok önmagatokat? Hát azt gondolom, hogy szeretnénk egy képet adni a világról, önmagunkról. Ez most lehet egy balladisztikus történet, egy elmesélés. Hát ugye eleve a prózai műfaj ilyen is lesz az este, tehát Krisztián, az meg nagyon-nagyon személyesek. De azonban a Krisztián verse is teljesen személyes és mély töltéssel bíró tartalmak. És én nagyon élvezem, mert látom, hogy hol tartunk a közönsége. Már a harmadik számnál lehet érezni akár a csendbe vagy abba a tavsba, hogy kellene még felfele mennünk. Az is érzedik, hogy kell leoldani a helyi közönséget, tehát hogy kibillenteni őket kicsit egy poénnal vagy bármivel. Ettől szép az egész. Mindig más, nem tud ugyanazt minden este eljátszani vagy elmondani, hanem figyelni kell rájuk. És hogyha ha megvan ez a visszajelzés a közönségtől, meg pedig általában 99%-ban megvan, akkor együtt tudjuk elvinni a végéig. Ugyanaz irodalmi est íve minden esetben adott, a produkciók közti átvezetések többnyire spontán, a helyzethez idomulva változnak, ami további élményt nyújt nem csak a közönség, hanem a művészek számára is. Míg a felcsendülő dalokat a népszerű zenész-producer Rutka Róbert szerezte, addig a személyes hangvételű szövegeket a József Attila díjas költő Grecsó Krisztián jegyezte. Én eleve mindig nagyon alanyi szövegeket írok, tehát állandóan odaállok mögé, és azt gondolom nem is lehet másképp, mert manapság teljesen érdektelen az emberi hitel nélküli dolog. Tehát, hogy bármit csinál a mesterséges intelligencia, bármit csinál, bármi lehet sorozatgyártott, bármi történhet, az emberi hitel az nem. És az, hogy azt mondani, hogy tessék, ide lőjetek, ez vagyok én, ezek mi vagyunk, ezt mi magunkról mesélünk, amit mesélünk, amit hoztunk magunkból ide, azt mi írtuk, az előadók,
az alkotók egyben, és úgy mesélnek, szerintem ez támasztja meg az előadást, és lehet, hogy sokan ezt nem is tudják, vagy nem értik, hanem éreznek, hogy valami más volt, valami furcsa. És így hoztunk, hát egyébként van az előadásnak olyan része, ahol elődökhöz kacsingatunk, csak minden történik, de alapvetően az a lényeg, hogy igazából egy családi tabló rajzolódik föl. A családi tabló fölrajzolódik már a lemezen is, az első évre Fecske című lemezen, és ezt a családi tablót körbejárjuk a nagymama dalától, az elvált férfi daláig, szövegekkel is megtámasztva, és akkor jutunk el szépen lassan a gyerekvállaláson át, a szülővé válás metamorfózisáig. Tehát igazából a személyesség az egy általános emberi sors, csak a mi saját személy is szűrőnkön át. Cél lehet az, hogy a közönség soraiban ülők azonosulni tudjanak egy-egy karakterrel? Hát más sincs, mint hogy ezt reméljük, hogy igazából ilyenkor ők a saját sorsukat teszik mérlegre. Tehát nem, igazából nem azt hallja, hogy nem azt azonosítja, ami a szövegben van, mintha olvasás élménynél, a családregénynél lehet ezt átélni, hogy olvas az ember egy nagymamáról, amelynek leírása nem stimmel az ő nagymamájára. De mit ad Isten, az ő saját mamáját látja, mert ez a gyönyörű dolog, a képzelet, a fantázia, ezt tudja a befogadó. És ezért mondjuk mindig, hogy a készen kapott dolog, a megemésztett rövid videó, akármicsoda a netről, az téged nem igényel. Itt meg azt mondjuk, hogy tessék, hozd ide magad, a saját múltad, a saját egódat, és tedd oda bele magad. Én már nem tudom, mi lehetett annak a bizalomnak az alapja, hogy bárhol kaptam egy karé lekváros kenyeret, és az utca tele volt gyerekkel. Lappengúztunk és jártuk a határt. Az öregek, akik nem is voltak öregek, dominóztak vagy 21-eztek, és valahogy mindig volt mind nevetni. El sem tudom képzelni, mi lehetett annyit nevetni. Én már nem tudom, hogy volt, hogy szerettük, vagy ha nem, hát elviseltük egymást. Nem kellett kínosan feszengeni a vasárnapi ebédnél. Már nem emlékszem, milyen úgy beszélgetni, hogyha vannak is tabu témák, nincsenek aknák. Nem lesz lápos és mérgező a beszélgetés, egyik tőzeges szóról a másikra. A zene és a szöveg kéz a kézben járnak, nem mindegy azonban, hogyan oszlanak el az arányok egy-egy produkción belül. Két próza van egyébként, két rövid próza, de vannak például verskollázsok, amikor szinte filmzene követi a verseket. Tehát több szöveg hangzik el, de a zene nagyon sokszor segít, és én azt gondolom, hogy a versnek a legautentikusabb, a legelemibb közege, a médiuma, hogy így mondjam, a dal. Sokkal ősibb, sokkal igazabb, mint a verses kötet, ezt egyébként a eladásokon látjuk is, tehát hogy így működik. Egyre több kérdést vet fel a mesterséges intelligencia alkalmazása, amely többek között az írók és az előadó művészek munkáját is befolyásolja. Ez egy nagyon bonyolult ügy lesz, hogyha tényleg oda jutunk, hogy tud írni majd, és egyébként állítólag már most nagyon érdekes dolgok vannak, aznak nagyon bonyolult szerzőjogi következményei lesznek, és már most hihetetlen sok törvény született ez ügyben. Mert hogy ez nem ilyen egyszerű, akkor ebből a pillanattól kezdve, kié a jog, annak a joga kié, azt kiárusíthatja, ki kér érte pénzt. Hát én már most olvastam olyan mesterséges intelligencia verseket, ahol a mesterséges intelligencia panaszkodik, hogy őt nem veszik komolyan. Szóval itt nem tudni, mi vár ránk. Nagyon sok öröme lesz a dolognak, és nagyon sok hálátlansága. A zenés esten hálátlanságból nem, örömből viszont annál több volt. A közönség soraiban ülők régi ismerősként fogadták az előadókat. Nádor Dávid bajai kötődése révén valóban hazajár bajára. A néhai zongoraművész, Dankó József unokaöccse az ütőhangszeres szekciót képviseli az együttesben. Az ember, amikor megpróbálja jól csinálni a dolgokat, akkor, és többnyire sikerül, többé-kevésbé, akkor hál' Istennek összehozza az élet olyan emberekkel, akik szintén szeretik jól csinálni a dolgokat, meg hasonló a zene ízlésünk, úgyhogy elkezdtünk egy 3-4 éve már együtt dolgozni, és nagyon szeretem, több formációban is játszunk együtt, főleg a Robival, Rutka Robival, úgyhogy hát így összehozott minket az élet meg a zene. Milyen a közös munka, hogyan tudtak együtt dolgozni? Nagyon jól, teljesen gördülékeny az egész,
együtt rezgünk a próbákon, a koncerteken, és hát ugye ez a legfontosabb. Úgyhogy nagyon, nagyon szép és nagyon jó az együtt dolgozás, ami nem munka, hanem szórakozás, persze. Az aranyesi tömött torna sorának évről évre jobban. Még a Strada terráriumában is felvillany az az aranylás. Ellenállhatatlan, ahogy az első gólyával perelsz. A strázsán lusta az év, elpereg a haszon. Mindent őrzöl, ami hozott anyag bennünk, ami a másik. Hogy ez a kevés jövő elférjen majd nálunk valahogy. Szalmaszalogok a hajadban, vizesen is szőke indák, azokat látom, ha behunyom a szemem. A zenés irodalmi estet sokan sokféleképpen jellemzik. Egyesek koncerthez, mások színházi előadáshoz hasonlítják azt. Azzal azonban mindenki egyetért, hogy a formáció a szokottnál jóval személyesebb és bensőségesebb hangulatot teremt. Ezt az érzetet tovább fokozta az Éber Emlékház udvara nyújtotta hangulatos közeg. Éber Anna elmondta, fontosnak tartja, hogy a tárlat vezetéseken túl is biztosítsanak kulturális programokat az érdeklődőknek. Nekem az a fontos, hogy ez a ház legyen tele élettel. Ugye az Éber Emlékház az egy, a Tűr István Múzeumnak egy önálló muzeális alkotó része, egysége, ahol próbálunk olyan rendezvényeket tartani, hogy az emberek, akik ide jönnek, azoknak ugye az emberek, a bajai embereknek ez fontossá váljon, természetessé váljon, hogy a vendégeiket ide elhozzák, hogy tárlatvezetéseket megnéznek. Ez volt az én célom, hogy ez ilyen jó programokkal ezt megtehessük. Nyilvánvalóan az udvart azt csak nyáron tudjuk igénybe venni, úgyhogy most már ez a harmadik rendezvényünk idén nyáron, de jövő nyáron folytatjuk. A program sokakat vonzott a Jókai utcai emlékházba. Így még kezdetben a szervezők amiatt aggódtak, hogyan tudják becsábítani az érdeklődőket az udvarba, addig az estet megelőzően már azon gondolkodtak, hogyan tudják leültetni a népes közönséget. Az est egyik meglepetéseként egy ukulele is megszólalt a színpadon, Grecsó Krisztián jóvoltából, aki kezdetben csak önmaga, később pedig mások szórakoztatása érdekében tanult meg játszani a hangszeren. Okulj végre ezen a példán, merülünk forradó helyette. A humoros és megható dalokban és versrészletekben időről időre megjelennek a családok életében fontos szerepet játszó karakterek és élethelyzetek, melyek olykor megmosolyogtatják, máskor pedig elgondolkodtatják a közönség soraiban ülőket. Most pedig lássuk, milyen programok színesíthetik mindennapjainkat a közeljövőben. Könyvtár a játszótéren. Augusztus 16-án szerdán délelőtt a Déri kerti játszótérre várja a családokat az Ady Endre Városi Könyvtár. A 10 órától délig tartó eseményen számos olvasnivalóval és beiratkozási lehetőséggel várják az érdeklődőket a szervezők. Kertmozi. Augusztus 18-án pénteken ismét várja a filmkedvelőket a Kertmozi a Gasztró udvarban. A vetítés 18 és 20 órakor kezdődik majd. Nemzetek tánca.
Pénteken nem csak a filmkedvelők, hanem a tánc szerelmesei is összegyűlhetnek a belvárosban, ugyanis a Nemzetek Tánca rendezvény sorozat keretén belül ezúttal 19 órai kezdettel a kubai szalsza, bachata és kizomba táncokkal ismerkedhetnek meg az érdeklődők az Ötvös utcában, a Dolce Dance Franchise tánciskola hálózat közreműködésével. Mindennapi kenyerünk. Családi, egyben hagyományőrző eseményre invitálja az érdeklődőket a Bajai Hajómalom Egyesület augusztus 19-én szombaton délután. A program 16 órakor kezdődik a halászati miniskanzennél, ahol a legkisebbeknek is színes programkínálattal készülnek a szervezők. Az eseményen a látogatók megkóstolhatják majd a megszentelt malmok kenyerét is. Magyarország ünnepe. Államalapításunk ünnepén augusztus 20-án a Szent István király plébánia templomban hirdetett szentmise után a templommal szemben található téren a Baja Szent Istváni általános iskola tanulói emlékeznek meg államalapító királyunkról. Este 20 órai kezdettel pedig a Monarchia operett előadásában a Nagy Szenes Iván gála címmel ünnepi gála műsoron vehetnek részt az érdeklődők a Városi Színház teremben. Műsorunk végén köszönöm figyelmüket, legközelebb egy hét múlva várjuk Önöket friss tartalommal. Viszontlátásra!